kissé erőltetett és túl gyors az új indikátorrendszer bevezetése, ezt mondja a Magyar Orvosi Kamara. Bár a kormányzat alapvető céljaival tudnak azonosulni, miszerint mind az alapellátásban, mind a fekvő és járóbeteg ellátásban minőségi munkának kell történnie, az új indikátorrendszerrel és annak bevezetésével nem értenek egyet. A fekvő és járóbetegben lévő indikátorok, kórházi kollégákról beszélünk, azok az indikátorok, amiket kapott a kamara, azok annyira gyenge indikátorok voltak, hogy nehezen lehetett egyáltalán minősíteni. Nem voltak alkalmasak a minőségi munka végzés elbírálására, míg a háziorvosi rendszeren belül szintén van egy úgynevezett indikátorrendszer, ez korábban is volt. Ott viszont annyi történt, hogy a finanszírozásban van nagyon komoly változás. Eddig ugyanis a háziorvosok azért, mert adott településen láttak el feladatot, vállalták ezt az úgynevezett feladat ellátást, területi ellátási kötelezettséget, egész pontosan ez a hivatalos megnevezés ennek, ezért egy úgynevezett területi és fix díjra voltak jogosultak. Ez a területi és fix díj, ez attól függ, hogy mondjuk falun, vagy van külterülete a kollégának, vagy több rendelőben rendel, vagy több faluban van ez az adott praxis ellátási terület, ettől függően változott és növekedett értelmeszerűen, ahogy a feladat is nehezebb volt. Ezt a területi és fix díjat döntött úgy a döntéshozó, hogy kivezeti, és a korábban is meglévő indikátorokra jutó finanszírozáshoz hozzácsapja. Ezt, hogyha elkezdjük összeszámolni azt, hogy az indikátorrendszerben mennyi volt a finanszírozás, mennyi volt a terület és mennyi a fix díj, ez egy falusi, vidéki kis településen lévő és több falut is ellátó praxis esetében akár 4-500 ezer forintot is jelent egy hónapban. Ez egy elég komoly összeg, csak hogy érzékeltessem, hogy ez mennyit jelent. A bér támogatáson kívüli praxis finanszírozási összegnek ez az egy harmadát jelenti. Bár forrás kivonás nem történt, az átrendezés azokat a praxisokat érinti negatívan, amelyek egyébként is hátrányosabb helyzetben vannak. Az indikátorok nagyobb arányt képviselnek ezentúl az orvosok finanszírozásában, és bár ez a házi orvosi tevékenységtől függ, nagyban befolyásolja a betegek együttműködési készsége is. Számít például, hogy a beteg elmegye a szűrő és laborvizsgálatokra, amelyekre megkapja a beutalót, és kiváltja-e a gyógyszereit. A kisebb településeken élőknek pedig rosszabb a hozzáférése a teljes egészségügyi ellátáshoz, mint egy nagyvárosban élőnek. Az orvosok egy fél éves tesztidőszakot javasoltak az átalakítás hatékonyságának felmérésére, erre azonban nem volt nyitott a döntéshozó. Úgy döntött a küldött gyűlés, a kamarának a legfőbb döntéshozó szerve, hogy nyomásgyakorlásként, hogy a feleket újra tárgyalóasztalhoz ültessük, és hogy ezekben a kérdésekben, amik fontosak, mind az alapellátásban, amiről említést tettem az imént, mint pedig a járóbeteg és szakellátásban, ott pedig ez a mínusz 20%-os fizetés csökkentési lehetőség, meg ezek az indikátor elemek okoznak problémák. Szóval, hogy ezekkel kapcsolatban beszéljünk, tárgyaljunk, és egy felhatalmazást adott az elnökségnek arra, hogy nyomásgyakorlásként kezdje el a járóbeteg és fekvőbeteg ellátásban az önkéntes túlmunkás szerződések felmondásának a propagálását és gyűjtését a kollégák részéről, csak hogy értse mindenki, ez igazából az ügyeletekről szól, hiszen minden, ahhoz, hogy az ügyeletek tudjanak működni a kórházban, ahhoz a kollégáknak a heti 40 órán felül további órákat kell vállalni, ennek egy része kötelezhető, egy része de kötelezhető, más része viszont önként vállalt túlmunka egy szerződésben, hogy ezeket mondják fel, illetve az alapellátásban pedig kézenfekvőnek tűnt, hogy az induló ügyeleti rendszerrel kapcsolatban gyakoroljunk nyomást, hogy ügyeleti szerződéseket ne írják alá kollégák, hiszen ez most, ahogy beszéltem az elején is róla, önkéntesen vállalták a házi orvosok. Ezeket a felmondásokat letétbe helyezték. A házi orvosok ezekkel a feltételekkel bizonytalannak látják a finanszírozás jövőjét, ráadásul a rezsi is problémát jelent számukra. Még a kórházi kollégákat ez nem érinti, őket nem kérik arra, hogy legyenek olyan kedvesek, a bérükből adjanak be a hó elején 10-20 ezer forintot a gázszámlába. A háziorvosoknál az a helyzet, hogy a háziorvosi finanszírozás zárt kasszából történik, nem nincsen ennek ellentételezése, hogy a rezsiköltségeink drasztikusan és drámaian megnövekedtek. A háziorvos ugye vállalkozó, cégként látja többségében a háziorvosi tevékenységet,
Ezért ránk hárul a rezsi, megnövekedett rezsiköltségeknek a ellensúlyozása, ellentételezése. Ehhez segítséget pedig az önkormányzatoktól várnak. Egy vidéki orvos esetében az indikátorrendszer átalakításával járó fizetés csökkenés és a megnövekedett rezsijárak akár a működés képtelenség határára is sodorhatja az adott praxist. Ez pedig senkinek nem érdeke. És bár nem kötelező már az orvosi kamarai tagság, több mint 15 000-en már maradásukról tettek nyilatkozatot.